Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Pimp Thy Mind újra! És most egy nagyon fontos lépést teszünk meg, amit ugye be is harangoztunk már a csatornán. Ez lesz a 2018-as év legjobban várt filmjei, mégpedig olyan variációban fogjuk ezt előadni nektek, hogy a Gyuri is elmondja a top 10-es listáját, és én is elmondom, ezt felváltva tesszük majd meg. Annyi érdekessége is meghintettük ezt a kis videót, hogy nem is tudjuk egymásról most, hogy akkor itt ki mit fog pontosan mondani. Tehát egymás számára is meglepetés, hogy ki mit választott ki. Mindenesetre a fő cél az, hogy elmondjuk nektek, hogy mire számítsatok 2018-ban, mik lesznek a legjelentősebb dolgok. Gyuri, mondhatod is a tízest. Már is nézem. Fölírtam, túl sok az információ. Szóval a tizedik helyen nálam a First Man című filmmel. Nem fogok túl sokat beszélni róla, ez lényegében a Neil Armstrong élettörténetéről szóló film. Az a rendező csinálta a Damien Chazelle. Damien Chazelle, aki a La La Landet is, vagy magyarul Kaliforniájáról, azt hiszem. És a John Bernthal játszik benne, őt ismeretitek a Walking Dead című sorozatból, az első két évadban játszott, valamint a most megy, az HBO-n, a Punisher című sorozat. Így van, nem tudom, de neked megvan egyébként, hogy ő ki? Természetesen. Jó, igen. Hát a Walking Dead-be ismertük meg, azóta játszott a Wall Street farkasába is, és a csomó mindenben. Így van, valamint a Ryan Gosling, Gabi nagy kedvence, és Claire Foy. Igen. Tudod ki Claire Foy? Nem. Ő játszott a Boszorkányvadászatban, abban a Pocsék filmben, a Nicolas Cage-el, Ábi nagy bánatára, valamint a Kertbérlő című filmben. Szóval ez az én tízes filmem, én erre nagyon kíváncsi vagyok, imádom az ilyen történeteket. Az Apollo 13 is tök jó film volt, úgyhogy reméljük, hogy ez is az lesz. Na hát, én ezt a filmet a második helyre raktam a listámon. Ezt? Igen. Jó, nem baj. Ezt ma nem fogom elmondani, majd oda beiktatok valamit. Az én tízes filmemen, vagy Gyurival már rögtünk egy jó fél órát, hiszen ennek a címe angolul az, hogy Three Billboards Outside Ebbing, Vesző, Missouri. Vagyis magyarul azt a címet kapja majd, itt nem is pirázták túl a dolgot az emberek, hogy három óriás plakát Ebbing határában, Missouri-ban. Teljesen erőjes cím, az nincs is benne a címben, azt már lebonták. Na, ez egy nagyon fontos film lesz, az már most mutatja, hogy megnyerte, vagy sok mindent nyert a Golden Globe díját adón ugye tegnap, és a főszereplő Frances McDormand, aki amúgy is egy Oscar-díjas színésznő, ő nyerte a legjobb női főszereplőnek álló díjat drámai kategóriában. Rövid történet, egy hölgy a saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást ebbe a kisvárosban, tudnélik-e a rendőrség nem hajlandó nyomozni a már meggyilkolt lánya ügyébe, ezért ő keresi az elkövetőt és teleplakátolja a várost a plakátjaival, stb. Nagyon érdekes történetnek ígérkezik, fekete komédia néven is fut, nyilvánvaló több díjat is fog nyerni, ez az 7. helyzetem, Gyuri, 9. Az a Sicario 2, az azt hiszem, nem ez lesz a címe, Soldado. Soldado, igen. Nem tudom, hogy láttátok-e a Sicario 1-et, nagyon Soldado 1-et, ez egy kőkemény, ilyen drogkártel ellenes film, rendőrök szemszögéből. Fogalmam sincs arról, hogy a második rész miről fog szólni, de az első film az eszméletlen jó volt. Most is játszik ebben a filmben Benicio del Toro, ő az első részben is benne volt, valamint Josh Brolin, nagyon más információm nincsen. De ezt mindenképpen nagyon várom, figyeljetek erre oda, aki meg nem látta, és szereti az ilyen kőkemény, hát gyilkosos, kicsit gyilkolós filmet is, mert azért az elég realista, tehát itt a drogkártelek világában nem nagyon kímélik egymást. Aki szereti ezt, az mindenképp nézze meg a Sicario 1-et. Így van, és már az is nagyon hiteles film volt egyébként, csak annyit még hozzá, hogy a rendező azt ígérte, hogy az első rész ehhez nem ugyanaz a rendező, mint az első résznek, mindenesetre azt ígérte, hogy az első rész az egy... hogy is mondta, azt hiszem, hogy egy matiné délután ehhez képest, ami ebbe történik, szóval biztos, hogy kőkemény film lesz. Nálam a 9. helyezett filmnek még nincs is magyar címe, minden esetben akkor most lefordítom azért, ez a 15-17-es vonat Párizsba, ez lesz a címe. Ez a legújabb Clint Eastwood film, Clint Eastwoodot mi hihetetlen módon szeretjük, 60-as évei után ő a legfontosabb rendező talán a világon, filmjeiről hosszú videókat csinálunk majd. Ennek a rövid története, mármint ennek a Párizsba menő vonatról szóló filmnek a története az, valós történet, 2015-ben az egyik ilyen Super Expressen egy szélsőséges iszlamista megtámadta az utasokat, de a vonaton teljesen véletlenül ott lévő két amerikai katona és egy barátjuk megmentették a vonatot, hogy ez hogy történt és hogy milyen drámai szituáció volt ez, erről készített most filmet az öreg Clint mester.
Én már nagyon várom. 8. Rendben. Ocean's 8. Gondoltam, nem, hogy a Gyuri beteszi ezt. Én nem láttam. Mert én szeretem ezt. Nem tudom, hogy mennyire vágjátok ezt az Ocean's szériát. Ki is volt a rendező? Steve Soderbergh rendezte a régi Ocean-öket. Ocean's 3 része volt. És ez lényegében egy olyan széria, amiben sok szereplős, mondjuk 10-12 szereplő van. És ezek ilyen profi bankrablók, kaszinókat rabolnak ki. De a legelképesztőbb módokon, tehát az egész film erről szól, hogy hogyan fognak betörni egy adott helyre, vagy elropják, mit tudom én, a Fabergé tojást az egyik részben. És ebben a 3 régi filmben mindig férfiak játszanak, és ez az új széria, ez pedig ebben csak nők lesznek. Olyanok, mint Olivia Munn, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Katie Holmes, Rihanna, valamint Dakota Fanning, és benne lesz Matt Damon is. Matt Damon is. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá. A rendező pedig Gary Ross, aki az Éhezők viadalát rendezte, valamint a Pleasantville-t, úgyhogy igen. Remélhetőleg jó aggódunk, lesz. Mert ez most egy ilyen új trend, ugye, hogy minden nőiesíteni kell, elnézést a női nézőinktől, nagyon örülünk neki, de kicsit kényszeres, hogy mindenből kell egy női verzió, de talán ez jó. Nem értek egyet, azért nem értek egyet, mert ez a széria, ez tök jól lement. Tehát, hogy ez be lett fejezve, 3 része volt, bőven eleget kaptunk belőle, azok a szereplők már úgyse jönnek vissza. Az... Úgy érzed, hogy ez jó. Aha, szerintem, tehát engem egyáltalán nem zavar így. Ja. Szerintem én nagyon remélem, hogy ez tök jó lesz, és vicces lesz, ja. És egyedi lesz, és hogy ebből is azért kapunk majd még talán egy második, harmadik részt. Nagyon jó lenne. Nagyszerű, nagyon jó. Na, folytassuk. Akkor a következő, ugye az én 8-am a The Predator. Vagyis jön a Predator című film. Ez most komoly? Beraktad a Predatort? Természetesen. Hát ezt nem hiszem. Te is beraktad? Nem, de jó. Ez egy C-kategóriás. Nem C-kategóriás. Jó, mondjad! Nyonolom, a férfi nézőinknek nem kell bemutatni a Ragadozó című filmet, ugye régen a Schwarzi egyik, hát azért Gyuri. Jó, az persze. Neked is az egyik kedvencem volt. Igen, a régi. Így van, a régi. Természetesen a folytatásról nem beszélünk, viszont volt magyar vonatkozás is, hiszen ugye Antal Nimród megcsinálta az egyik folytatást, és az egy fantasztikus film volt, legalábbis mi nagyon szerettük. Na és most elkészül Shane Black által rendezett változat. Nem tudjuk, hogy ez most folytatása előtörténet, vagy hogy hol játszódik pontosan az időben. Minden esetre Shane Black az egyik legjobb hollywoodi író jelenleg, ugye nagyon-nagyon jó filmeket írt ő, és most ő is rendezi ezt a filmet, amelyet, hogy írja. Egészen kiváló lesz szerintem, sziporkázó poénokkal. Én nagyon várom, mint Predator Alien fan. Hát meglátjuk, hogy mit fog hozni. Mindenesetre az biztos, hogy ebben az évben esélyes, hogy nagyot fog a kasszáknál is robbantani. Hát ez csak annyit fűzdék hozzá, hogy ezt amúgy én is várom, de ezért nem raktam volna bele a top 10-be, de mindenesetre, ami fura ebben, hogy ha megnéztem ennek a castingját, és egyetlen egy nevet ismerek a színészek igen, közül, az Alfie jelent, aki a Trónok harcában a bűzös, Theon Greyjoy, akinek igen. Ugye levágják valamiért. Hát meg a Tom Jane. Jó, szóval Thomas lényegében Jane, igen. Teljesen no-name a cast, úgyhogy... Nem baj, jó? Nem baj, megnézzünk új embereket, jó. Annál jobb, tök jó. Így legyen. Gyuri, 7. 7. Aquaman! Yay! Yay! Az Aquament, azt azért raktam be, mert... Tehát a Predator után feláborodtál rajta, bocsánat, igen. Ebben szerepel Jason Momoa. Amber Heard és Nicole Kidman. Az Amber Heardnek még én is örülök. Kicsit jobb felhozata. Ami viszont érdekes ebben, hogy James Wan rendezte. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz. Igazából két filmet láttam, az első fűrészt rendezte ő. Igen. Meg a Fast and Furious 7-et. Ami nekem egyébként tetszett a hetedik rész konkrétan. Az előtte levő undorító kettő vagy. Nem tetszett. Na, szóval szerintem ez jó lesz. Én sok képregényt olvastam, hogy ilyen Aquaman-es, és van egy-kettő nagyon jó történet, Persze, hogyha bármelyiket azokból feldolgozzák, akkor ez egy tök jó film lehet. Hogyne, várjuk, az biztos csak... Ja, biztos, hogy jó lesz, mint a Predator. Mint a én is szeretném, hogy jó lenne a Predator. Visszatérünk rá. Jó, most jön a hányas? 6, ugye? 6. Nagyszerű. Számomra a 6. legvártabb film talán a New Mutants lesz, tehát az új mutánsok. Tudnélik, az X-Men képregény egyszer nem tud kimerülni. És ez tényleg az is van, mert egy nagyon gazdag irodalmi műről van szó. Hát az irodalmi most nem mindenki számára irodalom, képregény irodalmi, így van. Az új mutánsok ugyanúgy a Marvel égisze alatt készül, de egyetlen egy régi szereplőt sem látunk ebben. A jövőben folytatódik a történet fiatal mutánsokkal, és nyilván jó képregényeket dolgoztak föl hozzá. Új történetek, új irány, új vonal, és amiért nagyon várom én, az, hogy állítólag ez egy 18 karikás film, ez tehát, hogy nem fog finomkodni,
kísérleteket végeznek a fiatal mutánsokon, és arról szól, hogy ők hogy szabadulnak ki. Ha megnézitek a trélert, láthatjátok, hogy horrorisztikus a dolog, tehát hogy szerintem ez egy új irány lesz itt ezen belül, számomra ez volt a hatodik. Amúgy ez érdekes, mert én, ha jól tudom, az összes X-Men filmjogot megvette a Disney. Hát ez úgy néz ki ez a történet, hogy a Disney eleve jogot gyakorol a Marvel fölött, tehát a Disney ne a Marvelt vette meg, ha úgy veszük, de a Marvel ugye külön stúdiós cég is. Hát de a Disney, reméljük, hogy de nem ennek itt nem, nem. Tehát ez nem a csillagháborúja effektus, tehát hogy itt azért a Marvel ugye, mint a Logan című filmnél is láthattunk, elő tud jönni rendes, kemény felnőtteknek szóló filmekkel. Úgyhogy a helyzet az, hogy ez itt más. Ja. Rendben. Akkor az én hatosom a 12 Strong, 12 kemény harcos. Uh-huh. Ez egy Chris Hemsworth film, valamint még Elsa Pataky és Michael Peña játszik benne. Uh-huh. Ő a kedvenc mexikói színészem egyébként. Igen, szeretjük. Te is biztos szereted. És ez egy olyan történet, ami a szeptember 11-es ikertornyok lebombázása után játszódik. Az első ilyen Special Forces, ami elmegy Afganisztánba, hogy vadászanak a tálibokra, egyszerűen csak a történet miatt érdekel. Nagyon jó, és ez az első ilyen lovas egység is itt, úgyhogy nagyon érdekes. Jó, de hát Afganisztánban amúgy mindenki lovakkal nyomja. Hát ezért kénytelenek voltak, ők is érdekesség hozzá. Mujahedimek? Igen. Érdekesség hozzá, hogy az Elsa Pataky egyébként a való életben a felesége a Chris Hemsworth, szóval tudtam. Most együtt játszanak majd ők, úgyhogy... Ja, ez tudod, ki játszott még Afganisztánban lóháton ilyen harcost? Nem. John Rambo? Tényleg. A harmadik részben. Igen. Visszatérünk rá, lesz ilyen videók. Oké. Okay. Na, nekem a következő az a Shape of Water című film, ami ugye, nem is tudom, a víz formája. Nem, a víz érintése magyarul azt a címet kapta már. Tudni, hogy ennek már van magyar címe, nem sokára lesz a magyar mozikban. Amerikában már kint van a film, sőt, nagy díjakat nyert el az előbb említett Golden Globe-on tegnap. A legjobb rendező díját vitte el Guillermo del Toro, akit ismerünk ugye a Pán labirintusa miatt, és a Tűzgyűrű miatt is, de hát számomra az inkább Pacific a Pán labirintusa, a Pacific Rim miatt. Az mekkora egy tré, te jó ég. Igen, de az, alapvetően ez egy nagyszerű rendező, az európai filmjei miatt mondom inkább. Vagy hát nem európai, mert ő mexikói, bocsánat, most itt a spanyolsággal kevertem. Szóval ez egy katonai bázison játszódik szinte végig, amennyire a trailerből ez kiderül, nyilván egy különös vízi lényt tartanak fogva egy amerikai katonai bázison, aki egy ember alakú, szóval egy humanoid lény, egy monster nyilván, de hogy ott kutatják, kísérleteznek vele, kínozzák, és az egyik takarítónő megszánja és állatázza, hogy kiszabadítja. Igen, ez zseniális. Igen, egyébként ez a hölgy is kapott, az őt eljátszó színésznő is kapott most díjat, de én őt nem ismertem a Golden Globe-on. És hát szóval egy nagyszerű film lesz, reméljük, hogy jól sikerült tényleg. Gyuriról amúgy nem is hallottam, mielőtt mondtad. Pedig a trailer már kint van egy ideje. Nekem a következő az Avengers Infinity War. Yeah, gyerekek! Hát nem hiszem, hogy túl sok mindent kéne erről mondani. A Russo testvérek rendezték. Ők rendezték a Captain America Civil War-t, ami fantasztikus lett, meg előtte a Captain America Télkatonáját. Így van, szerintem ők a legjobb rendezők eddig a Marvelnél, pedig volt egy-két jó. Teljesen egyetértek. Nem hiszem, hogy ezt nagyon ki kell fejteni, hogy miért. Tehát itt aztán akkora fight lesz, hogy az nem igaz, az összes szuperhős ott lesz, Pókember is ott lesz az élvonalban. Jön a nagy finálé. Nem bírom. Két részben. Ez két részes lesz, úgyhogy ja, most kapjuk egyet, és mikor jön a következő? Hát egy év múlva szerintem. Vagy 2000, ja. Szerintem 19-es. Na mindegy, lesz, ezt fogjuk a legjobban várni, függetlenül attól, hogy lesznek ennél sokkal komolyabb filmek, de hát nem. Hát a szívünk mélyén gyerekek vagyunk. Ezt gondolom már kiderül. Jó. Következő nekem a Venom. Most vagyunk az ötösnél, ugye? Igen, a Venom című film. Ami azért érdekes, már megint egy szuperhős film, én tudom, de ez az év egyszerűen tele van ilyenekkel, szóval azért választottunk pár ilyet is. Említettük róla. Így van, egyébként tényleg. Szóval a Venom azért lesz érdekes ebben az évben, mert ez ugye a Pókermannek az egyik legveszedelmesebb ellenfele, de hát szerintem most nagyon sokakat állítok emellé a film elé, ha mondom, hogy a főszereplője Tom Hardy lesz, őt ugye mindenki nagyon szereti, kiváló angol színész, és itt is azt ígérték az alkotók, hogy egy nagyon kemény, korhatáros filmet kapunk, amiben megint csak nem lesz finomkodás, szóval egy igazi drámára számíthatunk erről az igen érdekes antihősről, Venomról, úgyhogy meglátjuk, hogy mi, de szerintem ez bőven rejteget elég meglepetést. De szerinted ezt a későbbiekben majd
ellenfélnek oda rakják pókembernek ezt? Hát az a helyzet, hogy itt nagyon sok a jogi vita, mert ez a Sony-nál, a Venom joga is a Sony-nál vannak, és ezt most itt külön kell értékelnünk a pókemberen kívül, hogy a pókember is a Sony-é volt, csak a Sony végül is most visszaadta kölcsönbe a Marvelnek, mert a Marvel, a pókember az egy Marvel szuperhős, de a 90-es években azt hiszem végül is a jogokat átadták a Sony-nak, így most a Sony-tól vissza kellett kérni a pókember jogait. Ez ezért tudták megcsinálni a Homecoming című filmet, ami ugye fantasztikusan sikerült. De mindenesetre a Venom az a Sony égisze alatt készül. Ebben annyi jó van, hogy aztán tényleg őket nem köti semmit, tehát lehet csinálni egy független, kemény filmet. Na jó, csak nagyon remélem, hogy akkor még látjuk Tom Hardy-t, mint Venom. Ez az én is. Azt mert az tök trélenel lenne egy különálló film, és akkor ennyi. Megvan rá az esély. Nem. Ilyen még nem is volt egyébként szerintem, hogy szuperhősnek az egyik ellenfeléről egy különálló film. Nem emlékszem semmi erre. Most nekem sem rémlik, de lehet. Érdekes, nem tudom, hogy végig kell gondolnunk. Igen. Ja. Na jó, a következő Expedíció, aminek az angol címe Annihilation. Fantasztikus pusztulás, totál pusztulást jelent. Nem sok mindent tudunk erről a filmről. Jegyezzétek meg a címét, akár azt, hogy Annihilation, vagy azt, hogy Expedíció, és nézzétek meg a trélert, lebilincselő. Tényleg. Hát valami pár kutatóról szól, akik valami természetfeletti entitást, vagy nem is tudom, találnak egy adott helyet, ami ilyen búra alatt van, és ott teljesen mások a törvényei a természetnek, mindenféle élőlények támadják meg őket. Hú, nagyon, nagyon érdekes. Fantasztikus. Natalie Portman, Tessa Thompson játszik benne, Oscar Isaac, a Poe Dameron a Star Wars-ból, legutóbb ott láthattuk, és Alex Garland rendezte, micsoda név, aki igen. Egyébként az Ex Machina című filmet, ami szintén nagyszerű volt, úgyhogy bízunk benne, hogy jó lesz. A tréler az őrület. Tehát a külön művészeti alkotás a tréler. Tényleg, fantasztikus tréler van ennek a filmnek. Nagyon jó. Nagyszerű. Mehetünk tovább, a negyedik jön, ez nálam, és most tényleg ígérem, hogy az utolsó szuperhősös dolog, de ez a Dark Phoenix, ugye ez egy másik X-Men film, mert egy másik X-Men filmet is kapunk ebben az évben, ez a, hogy ide nem tudom magyarul, hogy van, Sötét Főnix, vagy igen, Sötét Főnix ságáról szól, ezt már láthattuk a régi X-Men trilógiában, mármint Főnixet is, és hát ugye ez Jean Grey, tehát egy tudathasadt szuperhős, akinek a történetét most nem mondom el külön, de minden esetre ez az X-Men trilógia folytatása, tehát a legutóbbi apokalipszisnek ez egy folytatása, amiben megnézhetjük, hogy hogy döntenek végül is az X-ek, hogy megpróbálják megmenteni Jean Grey-t, vagy pedig vállalják a konfrontációt, ugye itt a Dark Phoenix-el, tehát nézzétek meg, szerintem nagyon jó lesz, akik a Trónok harcában szeretik a... Senki nem szereti a Sansa Starkot, Gyuri nem szereti a Sansa Starkot, lehet, hogy vannak rajongói, minden esetben Sansa Stark a főszereplő, de hát ezt tudják azok, akik látták a legutóbbi kettő X-Men filmet, mert hogy abban ő már csak a legutóbbit, az apokalipszis. És minden esetre ott látjuk először a Phoenix-et így kiereszteni. Így van, és kemény nagyon, úgyhogy hát elég brutális. Szerintem jó lesz. Nagyszerű. Jó, akkor nekem a harmadik jön, Mowgli. Erről azt kell tudni, hogy ugye tavaly jött ki egy másik dzsungelkönyve film. Van, az volt a cím, hogy a dzsungelkönyve, és az egy sztárparádé volt, fantasztikus hangok adták a hangokat. Idris Elba volt a sírkán. Ben Kingsley, Ben Kingsley volt a Bagheera, ami nagyon fura volt egyébként. Scarlett Johansson volt a kígyó, és még sorolhatnám, zseniális volt ez a film, nekem nagyon-nagyon tetszett. És ezzel párhuzamosan egy másik csapat is nekiállt, hogy készítsen egy feldolgozást ebből. Nem akárkik. És nem akárkik, tehát az Andy Serkis, ő a rendező, ő volt a Gollum a Gyűrűk Urában. Christian Bale, ő volt a legjobb Batman szériában a Batman. Kate Blanchett, valamint Benedict Cumberbatch. Jól mondtam? Cumberbatch. Ő meg a Sherlock Holmes. De tehát többek között. Többek között. Most már ő nagyon sok az X-Menben mit is játszik ő? Nem az X-Menben, hanem a Marvel szuperhősök közül az egyik kedvencünk, hát a mágus. De mi a neve? Mi a neve, Gyurika? Én nem tudom. Gyerünk, mondd meg. Elfelejtett. De hogy is nem. Tényleg nem tudom. Na gyerünk, mondd meg. De nem tudom! Mi a neve? Te se tudod, mi? De hogy is nem, ő a Doctor Strange. Doctor Strange. Csak most ugrod, mert húztad az időt. Doctor Strange csodálatos film volt, nagyon szóval jó. A lényeg, hogy ez is egy sztárparádé. Nagyon fura, ilyen talán, nem is tudom, talán csak egy filmnél történt, hogy nagyjából egy éven belül kijött ugyanaz a film két külön stúdiótól, az volt a Wyatt Earp. Annak volt egy ilyen konfliktus a két külön stúdió. De ettől függetlenül
nagyon várom, mert imádom ezeket a színészeket, és imádom az Andy Serkist, és a különbség a két film között elsősorban az, hogy az első az főleg CGI, ott még azt hiszem, hogy a világ is CGI, minden fűszált úgy csináltak meg, itt pedig ezt a más, azt a technológiát fogják használni, ahogyan a Gollamot is csinálják. Motion capture. Igen, a motion capture, szóval másfajta technológián alapul, de ettől függetlenül nagyon rangos a sztár felhozatal, úgyhogy reméljük, hogy ez is jó lesz. Én örülnék neki, ha lenne két tök jó verzió ebből, mert én nagyon szeretem a Mowgli történetét. Ez felnőttesebb lesz az egész biztos, és ráadásul azért is vállalhatjuk nagyon, mert ennek az egész motion cap technológiának az úttörője az mindenképp az Andy Serkis, ugye a Gollum. Ő volt már a King Kong, a Majmuk. Ő volt a Snoke, a Star Wars-ban Snoke. Bár nem, azért nem erről emlékezünk majd meg róla. Ja, hanem inkább a Majmok bolygója a trilógiában az új bajogot, ugye a Caesar. Tehát egy fantasztikus színész. Oké, mehetünk tovább. Nekem a harmadik, tehát már a harmadiknál járunk, ez a The Irishman, ugye hát a Scorsese filmeket azt gondolom, hogy nem kell senkinek bemutatni, külön videó készül majd róluk, én nagyon várom ezt. Ráadásul ebben újra együtt láthatjuk, nem sokat szorra, de remélhetőleg most aztán tényleg nagyon jók lesznek együtt az Al Pacino és a Robert De Niro. Ugye két színész kolosszus most egy filmben újra, ráadásul ez egy maffia film lesz, annyi, hogy a kicsit már öregek, ugye a nagy kedvenceink, régi nagy kedvenceink, de azért így öregedőben, vénülőben is talán oda tehetik magukat, és végre kapunk egy új Scorsese gangster filmet, én ezt nagyon-nagyon várom. Valós alapokon nyugszik majd ennek a története is, ugye a Hoffáról szóló ügy ez, majd nézzetek utána, de látjátok a filmbe is. Na, egy szó mint száz. Nekem ez a harmadik. Gyuri? Második, a Red Sparrow, azaz vörös veréb. Ez a második nálad? Ez a második, miért? Csak érdekes. Nem gondoltam, hogy ennyire előre került a lista. Csak a rendező. Igen? Szóval Jennifer Lawrence egy orosz kémet alakít, egy ilyen balerina. Így van. Nem tudom pontosan, valahogy így volt leírva, vagy balerina. Annak van álcázva. Annak van álcázva, igen, de lényegében egy ilyen profi gyilkos. Nem nagyon kell szerintem ebbe belemenni, minden képfilm tök jó, én imádom ezeket. Nemrég jött ki a Charlize Theronnal egy másik, szerintem az pocsék volt. Mi volt a címe? Atomszőke? Szerintem nem volt pocsék, de majd erről egyszer még vitatkozunk. Na, szerintem borzasztó volt, és nagyon remélem, hogy ez ettől megkapom azt, amit várok. De a trailer alapján ez is nagyon jónak ígérkezik. Jennifer Lawrence, aki Joel Edgertont írtam csak ki, ő egy nagyon jó színész, aki még játszik benne. Nagyszerű. Akkor ez a második, ugye? Ez a második nekem. Hát nekem a második lett volna a First Man, ugye? De ezt akkor most kiütjük innen. De nem is baj, tudni, hogy így be tud kerülni a Lizzie... a top 10-es listára. A világ összes pénze című film, ami két hét múlva már a mozikban is lesz. Óriási botrányt kavar, tudnélik ebben a főszereplő öregembert, azt Kevin Spacey alakította volna, leforgatták vele az egész filmet. Az egyik kedvenc rendezőm filmje ez a Ridley Scotté, és egy valós esemény dolgoz föl, megint csak valós esemény, kifogynak Hollywoodba az ötletekből, ezért a sok valós true story, bro. És a lényeg az, hogy ebben elrabolják egy nagyon gazdag embernek az unokáját, de ez a nagyon gazdag ember nem hajlandó kifizetni a váltságdíjat, nyilván kiderül a filmben majd, hogy miért, vagy aki ismeri az eredeti történetet, tudja. Lényeg a lényeg, Kevin Spacey belekeveredett a szexuális botrányba. Erről külön videót kéne csinálni, hogy most a világ mennyire belefullad ebbe, főleg Hollywood ezekbe az ügyekbe. Kevin Spacey összes jelentét kivágták a filmből, újraforgatták Christopher Plummerrel, aki nem kisebb színész, egy színész veterán ő is. Mindenesetre ilyet még korábban nem is láttunk, ugye, hogy a film háromnegyedét újra kellett venni egy színész kiesése miatt, természetesen, mondjuk logikus nyilván. Hát történetében is, körülményeiben is egészen különleges dolog lesz, várjuk nagyon. Pár hét múlva jön a kritikánk róla. Még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy pár nappal ezelőtt voltunk moziban, és képzeljétek el, hogy lement ennek a filmnek a trélere, még mindig Kevin Spacey-vel. Igen, véletlenül a Kevin Spacey is, vagy nem tudom, véletlenül ki. Úgyhogy aki látta a trélert a moziban, ne lepődjön meg, hogy nem az lesz a főszereplő, aki volt. Bizony. Na ennyi. És akkor és most jön minden idők legjobban várt filmje nálam. Én sem tudom, hogy mi lesz. Ne nézzetek rám. Pacific Rim 2. Akkor azért mondtam az előbb, hogy egy szar volt. Én ilyet soha nem mondanék. Eltereld el. Na jó, igen. John Boyega-val. Ennyi. Tudjuk, hogy ki John Boyega. Nem hiszem, hogy ezt nagyon ki kell fejteni. Pacific Rim 2. Még nagyobb, 2. Még keményebb.
Nagyszerű választás, Gyuri. Hát akkor azt gondolom, hogy a karakterében én kicsit el fogok térni ettől. Ugye nem a Black Panther. Nem. Szégyen, hogy kihagytad. Nem. Na, nekem az első helyezett az a Mary Magdalene című film lesz, vagyis Mária Magdolna. Nyilván be sokakat meglepünk, a Gyuri teljesen kiakadt rajta, mert egy ateista prick. De én nem is a vallásosság miatt választottam egyébként a Mária Magdolnát, hanem a színész gárda miatt is, meg hát a történet miatt is, szóval engem nyilván érdekelnek azért a bibliai történetek, de szerintem a nem feltétlen hívő embereket is. Jézus Joaquin Phoenix, Rooney Mara lesz a Mária Magdolna, és talán egy új szemszögből nézhetjük meg, de ezúttal nem ilyen vallás ellenes szemszögből ezt a nagyon érdekes történetet, mert ugye sokan ott előhozakodnak egy ilyen szerelmi szállal Jézus és Mária Magdolna között. Most itt szerintem ez a történet, ez nem lesz ilyen Isten káromló, de azért nagyon érdekesen nyúl hozzá. Hát a trailer szerintem csodálatos, tehát nézzétek meg a bemutatót. Egyszerűen már most fantasztikus az, hogy ez az ember hogyan játssza Jézust. Egyébként is egy óriási színész. Nagyon vágyok egy olyan filmre, aminek nagy tanulsága lesz, elvisz minket ebbe a világba, és hát talán kiemelkedik a filmből a vallásosság is, és minden más, és talán megtéríti a Gyurit. De ezt majd meglátjuk. Joaquin Phoenix, az korunk egyik legjobb színész egyébként, úgyhogy ha nem tudjátok, hogy mik a jó filmeket, szerintem menjetek fel az IMDb-re, és kezdjétek el végignézni ezeket az embereket. Vagy csak nézzétek a videóinkat. Vagy csak nézzétek. Így van. De tényleg Joaquin Phoenixnek annyira sok tök jó filmje van, hogy ez nem igaz. Ez így van. Úgyhogy jó. Nagyszerű választás. Nem annyira jó, nem olyan erős, mint a Pacific Rim 2. Nem értem, hogy miért rögsz, ne haragudj. Bocsánat, nagyon jó lesz a Pacific Rim 2. Na, John Boyega, jó? John Boyega. Finn is in action. Oké. Okay. Na, igen. Fejezzük is be, elég hosszúra nyúlt. Így van. Reméljük, hogy tudtok ebből mazsolázni, és találtok egy-két kedvencet 2018-ra. Még annyit, hogy nagyon sok videó kimaradt ebből a listából, nem fér be a top 10-be, csomó másik film, de ne aggódjatok, ezeket mind hozzuk nektek, beszélünk róla, ajánljuk, úgyhogy nem lesz semmi gond. Hogyha tetszett a videónk, akkor like, subscribe, mi voltunk a Pimdánymány, sziasztok! Sziasztok!